A város 650. és a kecskeméti lapok 150. évfordulójához kapcsolódva az előadó Messznéder Klára nyugalmazott tanár helytörténeti kutató az életrajzi áttekintés mellett számos érdekességet elmondott az izsáki születésű, jogi végzettségű Madarasiról, aki 1868-ban létrehozta városunk legrégebbi újságát, a kecskeméti lapokat. Az alapító életútjában máig nagy kérdőjel, hogy miért utazott Amerikába. A legvalószínűbb, hogy a kíváncsiság hajtotta. Minden esetre külföldi tartózkodása alatt Costa Ricában sárga lázzal betegedett meg, és meg is gyógyult egy bizonyos paprikának köszönhetően. Később sokaknak tudott segíteni ezzel a módszerrel, ezért csodadoktorként emlegették. Az előadásból az is kiderült, hogy Madarasi László egyik lányát, ifjabb Jókai Mór vette feleségül.